Jó estét kívánok, ez itt a Főszerkesztő klubja. Értékeljük majd a mögöttünk lévő ünnepen történteket és elhangzottakat, és így nyilván szóba kerül majd történelem, kampány, terror, migráció. Vendégeim pedig Murányi András, a Zoom.hu hírigazgatója, Rajcsányi Gellért, a Mandiner, Borókai Gábor, a Heti Válasz, Kovács Zoltán, az Élet és Irodalom főszerkesztői. Szervusztok, jó estét! És akkor először azt mondjátok meg nekem, hogy mi az oka annak, hogy a rendszerváltás óta legkevésbé megosztónak tartott ünnep most hirtelen ennyire megosztó lett. És nem mondjátok azt, hogy az, hogy jövőre választás lesz, mert 7 választás volt a rendszerváltás óta, és mégsem volt ennyire megosztó az ünnep. Ennyire megosztó? Kiállapítottam, hogy ennyire megosztó most az ünnep az elmúlt évekhez itt képest. Ott olvasni lehetett róla. Én már arra gondolok, most... Miklós, hogy mindenki Szent Istvánból vezeti le önmagát, vagy a vízióját, vagy a politikáját. Akkor összeköt az ünnep, hogyha mindenki Szent Istvánból vezeti le. Igen. Összekötni az összeköt, hogy azt hiszem Stumpf András írta, hogy annak örüljünk, hogy Szent Istvánt mindenki szereti. Tehát legalább ez összeköt bennünket, és aztán ezen kívül meg semmi közös nem volt. Főleg azért, mert a valódi Szent Istvánt, a valódi tetteit, a tetteinek mozgató rugóját azért nem annyira ismeri, nem ismerjük, nagyon a legendák ködébe vész, hogy több mint 30 évnyi uralkodása az miről szólt pontosan. Van néhány történelmi esemény, ami biztos, de egyébként annyira régen történt, annyira más világ volt, és viszont a mából mindig mindenhonnan rá lehet vetíteni bizonyos dolgokat, ki lehet ragadni egyes szegmens, mint az Intelmekből az ismert mondatot, meg annak az ellentétes magyarázatát is. Az megnyugtató szerintem sokak számára, hogy nem él senki, aki Szent István idejében élt volna, ezért már nyugodtan lehet rá hivatkozni, és itt van egy közös pont, mint hivatkozási pont. Hát egyébként minden megosztóbb, mint korábban volt. Tehát miért ne lenne épp a augusztus 20-a megosztó? Nem akarok mindent ugye a kormánypártra, meg a kormányerőre kenni, de hát azért most két olyan dolgot olvastam, meg hallottam róla, ami azért elgondolkodható. Az egyik az, hogy kiadták itt a külügyminisztériumban, meg nem tudom, nagyköveteknek, hogy azokban a beszédekben, amiket esetleg ők adnak, vagy nyilatkozatokban mindenféleképpen emlegessék meg azt, hogy Magyarország, meg Soros György, meg a magyar... Szent István terve, Szent Soros István terv. És, hogy kéne? És Soros terv. Igen, igen. Na most ezt feltételezhetően, ezt a Magyar Nemzetben olvastam, kiadták azoknak is, akik a megyei szinten mondanak beszédet. Tehát azért ez egy elég durva dolog. A másik, ami úgy a megosztásra utal, hogy ezekben a beszédekben, amit én most hallgattam, Áder Jánost is, meg talán Rétvári Bencét, Simicsko Istvánt, mindig azt hallom, ez a dacos elszigetelődés, amit hallok. Magyarország nem szigetelődne el annyira, hogyha a kormány nem akarna egy ilyen látszatot teremteni. Egy elszigetelődött ország mire számíthat a kormányára? Tehát állandóan azt hallom, hogy Magyarország elszigetelődik. Ettől aztán vannak, akik ezt elhiszik és hisznek a kormányban, hogy majd ő megvédi őket, és vannak mindazok, akik ezt az egészet nem hiszik. Én az elszigetelődést ebben a két dologban azért látom, vagy nem elszigetelődés, hanem megosztottságot, ami nagy kár, mert szerintem most fölösleges volt előhozni ezeket a dolgokat, főleg ezeket a nagyköveti eligazításokat. Ez egy olyan primitív dolog, nem? Azért akkor én mondok neked örömhírt. Ugye azt mondtátok, hogy ebben a külügyminisztérium által a diplomatáknak kiadott kvázi sorkövetőnek ennek az volt a lényege, hogy választani kell a Szent Istváni út, illetve a Soros terv között. Ehhez képest itt a beszédekben Soros György neve el sem hangzott. Hát azért hadd korrigáljak, én néztem ilyen különféle összefoglalókat, vidéki ünnepségeken, sőt Németh Szilárd szájából is elhangzott ez a tételmondat, ha jól emlékszem, a 444 ezt pompásan összeszedte. Tehát megvolt az intelem, valahogy bele kellett fabrikálni a beszédbe, tehát a kenyér közé, meg a tűzijáték közé valahogy be kellett ezt applikálni, hogy Soros György. Igen, ezért benne volt. Hát több helyen volt most... egy összeértés, én láttam vidéken is, például Jászberényben talán, Németh Szilárd szájából egész konkrétan elhozott, és még volt egy gyűjtés, amelyik ezt szépen megmutatta. Tehát csodálatos mondatok, amikor nyilván szerkesztői szemmel, amikor nézi az ember, hogy na most, de hova fogom beszuszmákolni azt, hogy Soros György, meg Szent István. Szent István nyilván könnyebb augusztus 20-án, az rendben van, de nem akarom elpoénkodni a dolgot. Én ilyen silány augusztus 20-át már, ami a beszédeket illeti, illetve a performanszokat illeti,
én még nem láttam. Minden oldalról? És minden oldalról mondom, igen. Tehát az a, nem tudom, ellenzéki felvonulás, ahol a szabad sajtó és egyebekért tüntettek volna, vagy álltak volna ki, értük, ott volt 400 lézengő ember, megfogalmazottak nyilván üzenetek, nagyjából ugyanazok az üzenetek, amelyeket ugye eddig hallottunk, hogy mit kell csinálni Magyarországgal, és mit csinál Orbán Viktor Magyarországgal. De egyébként a legpompásabb része nyilván a tűzijáték volt, ahol nagyon sokan ott voltak a Dunaparton, és ahogy láttam, a videóból fölállva tapsoltak. Ennyire, tehát nem tudom, Áder János beszédét is megnézve gyakorlatilag arra következtetésre jutottam, hogy ezeket a beszédeket vagy el kéne törölni, vagy olyan beszédírókat kéne alkalmazni, akik nem igyekeznek az aktuál politikai történésekbe ezeket a gondolatokat belehelyezni, mert egyszerűen nem megy. Ezek a magyar politikusoknak ez nem megy. De Áder Jánossal például mi a baj? Mert ő most, mintha visszatalált volna a nemzet egységéhez, ugye? Szent Istvánból kiindulva eljutott Szent Lászlóig, aki 1083-ban, amikor szenté avatták Szent Istvánt, akkor állítólag ugye nem tudták felnyitni a koporsóját, és ő égi jelet látott ebben, hogy azért, mert testvér viszály van az országban, erre elengedte Salamont, és ettől kezdve lehetett szenté avatni. Tehát ő ismét az egységről beszélt, pedig hát a utóbbi időben azért megtépázta a népszerűségét az, hogy egy kicsit valahogy ezt az egységet elfelejtett. Nekem nem tudom, elég jelentős kettőség feszül. Egyébként nyilván a beszédet lehet innen is, onnan is lehet, mert silánya vagy nem silány. De az biztos, hogy én egy hatalmas kettősséget érzek. Tehát azt nem lehet csinálni, hogy mindenféle törvényt a lehető legsilányabbat és lehető leggyorsabban és rossz koncepció mentén, ha volt abban a koncepció összerakva, hogy odaraknak elém és gyorsan aláírok, majd pedig mondok egy nagyon mély beszédet. Államfőtől nyilván azt várnám, hogy akkor is hasonló mélységben, feltételezve, hogy ez ilyen mélységű szöveg volt, hasonló mélységben járjon el, mint akkor, amikor az ország dolgai kerülnek elé. Én ezt az utóbbi időszakban meglehetősen kevés alkalommal láttam. Gábor, te még nem szóltál. Engem megleptél a fölvezetéssel, mert pont azt akartam mondani, hogy... Most kevésbé volt megosztó? Hát igen, hogy általában augusztus 20-a kevésbé átpolitizálható. Egyrészt egy több mint 1000 éves eseményről, egy közös királyról van szó, aki pont azért, mert 56-tal ellentétben mondjuk mai élő magyarokat már nem zavar, nem köt, nem kapcsol, semmiféle élménye, személyes élménye nem fűződik hozzá, ezért kevesebb is körülötte a konfliktus. Másrészt pedig augusztus 20-a nyár utolsó napjai közé tartozik, tehát az emberek még önfeledten töltik a szabadságokat, és kevésbé fordulnak a politika felé. Ez egy első lépés az őszi nagy műszak irányába, de valóban ez egy nagyon első lépés, és ez látható volt, az ellenzék az próbálkozott valamivel, tehát ez a sajtószabadság ellen, vagy a melletti tüntetés, és hát alig jöttek össze néhányan. De szoktak lenni augusztus 20-án tüntetés? Nem, pontosan ezért nem észszerű, hogy legyen. Tehát a 2000-ben a kormányzat is próbálkozott egy nagyobb eseményt összehozni, vagy például államfő beiktatás volt augusztus 20-án 2000-ben, hogyha emlékezetem nem csal, Mádl Ferencet akkor avatták tűző napon, és hát bizony nem teltek meg azok a székek, amelyeket kikészítettek erre az alkalomra. Tehát nehéz mozgósítani az embereket, a politika irányába terelni őket. Ami azért egy érdekes fejlemény egy fél évvel a választások előtt, nem, hogy ennyire nem megy most a mozgósítás. Igen, de mondom, ebből én különösebb következtetést nem vonnék le, de a kormányzat részéről pedig valóban, tehát annak ellenére, hogy a felvezetés az nagyon konfliktusos volt már, ami a Magyar Nemzetben megjelent, hogy Soros Györggyel lesznek teli a beszédek, ehhez képest nyomozókutyával kellett keresni Jász Fényszarum, vagy Jász Berényben, nem tudom, hogy hol, hogy volt elhangzott Soros György neve, jellemzően nem hangzott el. De Áder, volt helyette Brüsszel. Áder beszéde pedig kifejezetten, hogy mondjam, összefogás párti volt, és valóban még csak nem is volt közhelyszerű. Tehát a Szent Lászlónak a fölemlítése nem szokványos, tehát azért Szent Istvánból Szent László csinált Szent István. Tehát azért lett nagyon nagy király, mindig azt mondják, hogy
hogy azok az emlékezetes nagy történelmi alakok, akik gondoskodtak, vagy akikről gondoskodtak, hogy őket megírják jól. Tehát nem Szent István gondoskodott arról, hogy nagy király legyen, Szent László tett ezért nagyon sokat, de kétségtelen tény, hogy volt alapja, tehát volt miből írni, nem kellett különösebben kreálnia. Egyébként a MÁB-ba visszatérve, tehát az Együtt pár héttel ezelőtt, és tényleg emlékeztem, hogy utána én magam szerkesztettem meg ezt a hírt nálunk az oldalon, hogy óriás tüntetést hirdetett meg az Együtt idén augusztus 20-ára, és időközben ez nem tudom, lekerült a napirendről, vagy érdeklődés hiányában teljesen elmaradt. Nem örülök ennek, hogy nem sikerült. De meghirdették, de akkor... Ez rendben van, de nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon gyenge tüntetés, hát ami aztán kialakult belőle, de az, ami mellett tüntettek, az tényleg jogos. Hát tényleg egy ember megvette az egész magyar sajtót, a másik részét egy másik ember vette meg, tehát tulajdonképpen lenne mi mellett tüntetni. Ami visszatérve Áder beszédére, teljesen igazat adok Andrásnak, hogy ez a beszéd azért azzal, hogy volt egy fordulat benne, hogy a haza, az te magad vagy. Na most, vagy nem, ugye? Vagy minden más. De ez a augusztus 20-ára összehozott, meg általában az államelnöki beszédekre összekreált pátosz, az valahogy tényleg soha nem ül. Ez egy jó nagy közhely, meg nem is biztos, hogy igaz, mert a haza mindenkinek más jelent, de ebbe nem menjünk most bele. Ugyanakkor meg, hogyha pátoszt akarok olvasni, akkor leveszem Vörös Martit, vagy Berzsenyit, vagy bármit. Most az lenne jobb, hogyha az államfő egy ironikus beszéd. Nem, az lenne jó, hogyha egy tárgyszerű beszédet mondaná, ez egy korszerűtlen szöveg volt, az az igazság. A korszerűtlenségét azon értem, hogy ugyanazokkal a panelekkel dolgozott, mint amit elmondanak március 15-én, régen mondtak november 7-én, mondjon valaki már egy érdekes ünnepi beszédet, olyan nincsen? Azt mondnak, hogy az Együttnek ezen az óriás tüntetésén mennyire voltak ezek a beszédek nyilván jól eltalálva. Természetesen rosszak voltak, én hallgattam ezeket a beszédeket, vagy legalábbis nagy részét, nyilván tényleg rosszak voltak. Beszéltünk erről is, ezek sem voltak jobbak. Akkor arról beszéltünk, én azt mondtam tényleg, hogy megosztó, mert ennyire megosztó nem volt, akkor ennyire megosztónak szánt, aztán mégsem sikeresen megosztó augusztus 20-a volt, mert tényleg mindenki készült valaki Sorossal, aztán lett belőle Brüsszel, meg lett belőle migráns. Az igazán konfliktust generáló személyiségeink közül senki nem szólalt meg. Tehát Orbán Viktor még szabadságát tölti, Gyurcsány Ferenc az szinte semmit sem mondott, annyit mondott, hogy nem ünnepel ezekkel, mert ezek ellen harcol. Az MSZP elnöke írt egy cikket a Népszavába, de nem volt az MSZP-nek egy külön ünnepsége. Tehát valójában az Együtt próbálkozott valamivel, aztán jutott arra, amire. Tehát tulajdonképpen az augusztus 20-át azt lehet mondani, hogy békességben lebonyolította, vagy túlélte az ország, és még a visszhangok se voltak olyan erősek, mert nem volt miben belekötni, meg belekapaszkodni. Nincs üzenetet. Azzal úgy nagyon nehéz felkészülni augusztus 20-ára tüntetésileg, hogy az a fő mondani magunk, hogy váltsuk le Orbán Viktort, és ugyanazokat a topikokat ismételjük. Nyilván elő lehet venni még a hivatkozott Molnár dolgozatot is a Népszavából, Molnár Gyula dolgozatát a Népszavából. Nekem az volt az érzésem, és elnézést kérek érte, hogy itt gyakorlatilag az ellenség azt, hogy Molnár elvtárs írjon valamit 20-ára, azzal, hogy jövő áprilisban leváltjuk majd ezt a kormányt. Ez volt az üzenete, nem volt benne élő gondolat, legalábbis azokon túl, amelyeket már korábban megfogalmazott az MSZP elnöke, vagy maga az MSZP. De egyébként... Hát ugye ott a Momentumnak volt egy próbkísérlete arra, hogy lesz egy új államalapítás, és erre írta az MSZP elnök, hogy nem új államalapításra van szükség, hanem meglévő állam visszaerősítésére. Ez volt a tények azért mondjuk azt mutatják, hogy 2008-9-10 volt az államnak elég jelentős széthullása, és onnantól 2010-től történt meg az állam újraerősítés. Igen. Arról, hogy történt, az erről lehet vitatkozni, csak kicsit furcsa az MSZP elnökétől ezt arról hallani. Beszéltünk, hogy túl erős az állam, mert hogy korábban annyira gyenge volt, hogy tulajdonképpen a piacot még moderálni sem tudta, ebből lett többek között a deviza ügy. Nem, még sok már volt, ebben nem menjünk bele. Egyébként ne legyünk igazságtalanok, bocsánat, mert ugye a Momentum például ugye meghirdette a cselekvés körei programot, amelyen én azért elidőztem, és azon tűnődöm, most nem tudom, lehet, hogy nem akarok itt bankot robbantani, hogy
olyasféle problémákat azonosítottak, amiket ezek a körök megoldanak majd. Tehát Székesfehérváron a kórházban nincs elég WC-papír, Pilisvörösváron a nemrég felújított Szabadságliget megállóhelyen például életveszélyes a peron és az ajtó távolsága, és az akadálymentesítés nincs megoldva. Tehát ezek tökéletesek, mert nyilván alulról bejönnek ezek az információk, de azon gondolkozom, hogy van egy új párt, amelyik ugye nagyot dobbantott az olimpiai népszavazással. Augusztus 20-án kapott egy hatalmas lehetőséget azzal, vagy önmagának teremtett egy hatalmas lehetőséget azzal, hogy valami komolyan előjöjjön. Ha a cselekvés körei abban merülnek ki, hogy gyakorlatilag átvállal állami és önkormányzati feladatokat igyekeznek megoldani, az akadálymentesítést, meg azt, hogy legyen Székesfehérváron a kórházban WC-papír, és most sarkítok nyilván, mert van nagyon számos olyan dolog, amit meg kéne oldani, akkor ott meglehetősen nagy probléma van. De kétségkívül előállt valamiben. Közöttetek feszül a komoly ellentét, az előbb az a kívánalom hangzott el az Oli részéről, hogy legyen tárgyszerű a beszéd, íme tessék. Tessék, legyen WC-papír. Szerintem azért nem tárgyszerű legyen, az nem azt jelenti, hogy legyen WC-papír. Hát én ezt elhiszem, hogy van egy olyan koncepció, hogy helyi problémákat oldjunk meg, mert akkor az emberek saját problémáiként érzik meg. Szerintem egy ünnepen energiát kell adni, közösséget kell építeni, a múlthoz kell kapcsolni. Tehát hogy ez milyen nívon találják meg a politikusaik, az egy más kérdés. Szerintem az Áder János elment a levegőbe, gyakorlatilag ezek a mondatok, ezek olyan, mint az izi. Tehát ilyen fölfújt, fölpuffasztott rizsák. Tehát tényleg van abban valami, hogy mi a haza. De akkor azt tényleg mondjunk valami eredetit, ne az, hogy a haza te magad vagy, mert ez egy jó nagy közhely. A másik, ami ennek az ellenpontja, az meg hogy szörnyű, hogy hát ilyen problémákkal nem lehet augusztus 20-án előállni, de tegyük föl, hogy a Momentum nem augusztus 20-án akar, nem is igazán pozícionálta ezt augusztus 20-ára, hát hanem valami olyasmit valamit. Elmondott valamit egyébként, még mást is, mert ugye ott volt valami... Az, hogy ugye van egy ilyen platform, hogy össze a választójogi törvénnyel kapcsolatban valakikkel összefognak, hogy azt meg kell változtatni, az a Gulyás a rövid szünet után, de itt még visszatérnék arra, hogy azért végül is az nem egy rossz ötlet, hogy az emberekhez közel férkőzve a helyi problémákat megoldani és úgy kerülni valahogy az ismertségbe, de az a kérdés, hogy ahhoz vannak-e elegen, hiszen az azt jelenti, hogy településenként kéne hát ez számít, ember. Ez számít, tehát hogyha 5 média akciót csinálnak, akkor abból nem lesz semmi, abból nem lesz országos támogatottság. Tehát akkor ellentéte, hogy 10 000, 20 000, meg 30 000 fiatal, hatalmas, önkéntes aktivista hullámba elkezd dolgozni ideológia mentesen a következő fél évben, abból lehet valami, de azért mondjuk ezt még egyelőre nem látom, hogy Momentum erre képes lenne. Tehát tényleg akkor van ennek ereje, hogyha olyan hatalmas, fiatal, aktív tömegek jelennek meg, akik ráadásul pártszínekben hajlandóak ezt csinálni. De pártszínek nélkül sem aktívak nagyon a fiatalok. Valamennyire társadalmi problémának kell lenni az, hogy nincs WC-papír, az a takarítól. Én sarkítottam, most nehogy rajta de majd, ne, hogy szegény Momentum, hogy a WC-papír. Problémák, amit valószínűleg helyi szinten nagyon egyszerűen meg lehet oldani. Ezzel én úgy érzem, hogy ezekkel a problémákkal demonstrálták azt, hogy ők az emberek közvetlen problémáit akarják megoldani, csak nem egészen sikerült. Egyébként pedig mindenki most már nagyon várja a Momentumnak az októberi közgyűlését, vagy legfőbb fórumát, hogy tényleg milyen programmal állnak elő, mert úgy nem lehet bekerülni a parlamentbe, hogy nincs program. Biztos. Na és akkor még, hogy Áder Jánosnál maradjunk erre az egy percre, ami a szünetig van. Az ő elvesztett első helyét a népszerűségi listán vajon vissza lehet hozni ilyen megszólalásokkal, amelyek tényleg most megint arról szólnak, hogy egység, és ő képviseli a nemzet egységét? Hát a nemzet egységét nyilván ez magánvélemény, szerintem nem képviseli. A nemzet egységet akkor képviseli, hogyha egy nagyobb megmozdulásnál egy olyan helyzetben, amikor valamikor ellent kell mondani a hatalomnak, kvázi féket kell képezni, akkor ő ezt a szándékát vagy döntését ezt felszíre hozza. Mikor volt nálam főnök, ez nem egy nemzeti egységképviselet verseny. Ahol ki az, aki fölé tud menni a köztársasági elnöknek. Egyrészt a mezőnyön is múlik, tehát nem Ádernek kell csak fölfelé törekednie, hanem többiek mennek lefelé is. De mikor volt utoljára olyan, hogy nem egy köztársasági elnök volt a legnépszerűbb politikus? Hogy lecsúszott erről? Hát régen. Hát és azért nem tudom, hogy Solyom László mindig az élen volt-e.
Tehát többnyire igen. Az ő közönség vonzása pontosan azért, mert ő egy Sólyom László többnyire az élen volt. Ember nekem volt. Nem is tetszett mindig, hogy többnyire az élen van, mert nem értettem, hogy miért, de mondjuk nagyon tetszett a kiállása a tenkes mellett, nem tudom, szóval mindig volt valami, ami miatt ő az élen maradt. No, akkor most lesz az a bizonyos rövid szünet, és aztán majd folytatjuk. Ez itt továbbra is a főszerkesztő klubja, és onnan folytatjuk, ahol az előbb abba hagytuk, a mögöttünk lévő ünnepen történtekkel. Kövér Lászlónak volt egy ünnepi interjúja, amit a Magyar Időknek adott, és hát ez, hogy mondjam, elég sokaknak a figyelmét felkeltette, például D. Horváth Gábor, a Magyar Nemzetnek a főszerkesztője írt róla. Ő például azt nagyon furcsálja, hogy házelnökként az uniós intézmények és az Európai Bizottság vezetőit a globális háttérhatalom megvásárolt függőségben tartott ügynökeinek nevezte. D. Horváth szerint ez minimum az Európai Bíróságra tartozna, mert hogy egy uniós állam házelnöke ilyet nem mondhat. Én nem tudom, ti ezzel hogy vagytok. Minden esetre azt is megemlíti, hogy 2007-ben, amikor meg kellett szavazni a Lisszaboni szerződésnek a ratifikációját, akkor ugyan ellenzékként, de hát nagyon sokat nem gondolkoztak rajta, és elsőként ratifikálták ezt, hogy akkor kétharmaddal akár meg is akadályozhatták volna ennek a bizonyos intézményi rendszernek a felállását. Egyébként azt hiszem, hogy a D. Horváth Gábornak nagyon jó az írása, de ez nem hiszem, hogy jogi kérdés, végül is bármit mondhat. Az egy más kérdés, hogy inkább ez egy intellektuális kérdés, aminek nyilván hiány volt akkor, amikor ezt mondta, mert szerintem inkább vissza valamennyire azért ezt, mint házelnök egy kicsit visszafoghatná magát. Nyilván nem képes rá, mert soha nem is volt képes arra, hogy visszafogja, de azért ilyet nem lehet azért mondani. Tehát akkor... Hát ha igaz, akkor lehet ilyet mondani. De miért lenne igaz? Hát mert akár lehet is igaz, csak az a kérdés, hogy akkor tényleg... Szóval valószínűleg, hogyha ez a fajta függőség volt, akkor ez már 2007-ben is volt. Mint ahogy Soros György is olyan volt akkor, amikor az ösztöndíján tanultak, mint amilyen most, hiszen akkor is már több országnak a valutáját tönkretette, spekuláns volt. Azóta derült ki, hogy spekuláns? Nem, hát akkor is tudták, nyilvánvaló, de ezekkel az Európai Uniós intézményekkel és a kapcsolódó részekkel Kósa Lajos is mondott egy olyat, hogy a Velencei Bizottságban néhány ember Soros megvásárolt embere. Tehát most akkor ebből mi következik? Hogy akkor ki kell lépnünk ebből a gyalázatos bűnös szervezetből? Mert akkor ki kell mondani, hogy hát mi nem akarunk tartozni. Hogyha Kövér László azt is nyilatkozta, hogy az Európai Unió hosszú távú fennmaradására nem kötnék fogadásokat. Azért ez mondta is egy... ezt, de hát ezt bárki mondhatja, tudja, hogy mi leszek 100-200 év múlva, én sem kötök tényleg van egy olyan áthallás, mint hogyha már nem lenne annyira fontos ez az Európai Unió. De egyébként ugyanebben az interjúban a kövér azt is mondta, hogy tehát igazából az EU-nak új irányt kell szabni, mert hogy tragédia lenne Magyarországnak, hogyha az EU azt teljesen szétbomlana. Tehát itt hát nyilván kövéri megfogalmazások vannak, hogy akkor szavakon lehet vitatkozni, de egyébként, hogyha ezt a háttérhatalmazást kivesszük, akkor ugyanott tartunk, ami egy józan vita az EU-ról, hogy most mennyire lobby érdekeket képviselnek bizottsági vezetők, vagy a bizottságnak az egyes osztályai, az egyes biztosok, és mennyire képviselik a nemzeteket. Tehát szerintem csak röviden, mert a Magyarország jövőjét azt hiszem, hogy az Európai Unió keretein belül kellene keresni. Ettől még mondhat Kövér László bármit, hogy ő rosszul látja, meg nem fogad, meg nem tudom, mit csinál az Unióra, de mégiscsak ott kellene keresni. Ő mindig ez a szöveg megy, hogy az Európai Unióval baj van, de mi szeretnénk megreformálni. Ez tulajdonképpen fölmenti. De akkor ott keresi. Hogy? Akkor ott keresi. Igen, de ezek a reformok, ezek először is nem látom ezeket a reformokat, másodszorban pedig, amit csinálnak belpolitikailag, az nem az Európai Unió felé közelít, hanem Putyin és Erdogan felé közelít. Az államosítással, a központosítással, a sajtó fölvásárlással, tehát nem tudom, hol akarja megreformálni az Uniót, amikor abszolút keleti irányba mozgat. De Zoli, abban az esetben, hogyha valóban mondjuk a V4-ek egyetértenek, vagy egyetértenének abban, hogy például ezt a migráns helyzetet hogy kell kezelni, és tényleg a határokat lezárva, és meg... Igen, ám csak éppen
szerdán fog találkozni Salzburgban ez a bizonyos S3-ak, ez a Slavkovi Szövetségnek a vezetői, Szlovákia, Csehország, Ausztria és találkoznak most a francia elnökkel is. És akkor az embernek az jut eszébe, hogy mintha a V4-ekből ketten külön utat keresnének, ugye a szlovákoknak ráadásul eurójuk van, a szlovákok úgy érzik, már azt hiszem ki is fejtették, hogy ha lesz mag Európa, akkor ők mindenképpen oda akarnak tartozni. Tehát mintha, amit az előbb mondtál, ez a bizonyos, hogy kirekesztjük magunkat, és lehet, hogy nekünk van igazunk, csak éppen aztán egyedül lesz igazunk, és akkor mi lesz? De miben van igazunk? Abba, hogy mindig Európa felé törekedtünk, de most, amikor lehetőségünk lenne ott lenni, benne lenni ebbe az unióba, akkor is, ha rosszul működik, akkor megmondjuk azt, hogy mi inkább tendálunk keletre. Az EU-ban benne vagyunk, meg benne leszünk a jövőben is. Arról pedig nyilván értelmes vitákat lehet folytatni, hogy az eurózónában most be akarunk-e lépni, vagy sem. Valószínűleg Magyarországnak rosszat tenne ebben a helyzetben, hogyha most teljesen alávetné magát az eurózónának. De ez nem csak eurózónáról szól, hanem arról szól, hogyha ez a feszültség tovább tart, akkor valószínűleg tényleg lesz egy kétsebességes Európa, amelyik egyre inkább kétsebességes lesz. Tehát ezt nem tudom, hogy... Mert ugyanakkor ugye tegyük fel, hogy jogosan hivatkozunk arra, hogy ezt a migráns helyzetet, ezt így lehet csak lezárva a határokat, és elszigetelődve ilyen szempontból. Ugyanakkor meg olyan hírek is jönnek, hogy Románia befogad újabb 2000 migránst. Aztán halljuk, hogy az olasz parti őrség azért egyre határozottabban tudja megakadályozni, hogy jöjjenek a migránsok. A törökökkel való megegyezés miatt, és nem véletlenül egyébként, hogy a magyar határőrizetnek, illetve kerítésnek köszönhetően a balkáni útvonal is lassan lezáródik. Tehát vannak azért olyan jelek, hogy ezt meg lehetne oldani talán együtt is. Igen, csak most például, most éppen Spanyolország kezd túlterhelté várni, és hogyha Észak-Afrikát nézzük, vagy az ottani onnan érkező utakat nézzük, vagy az onnan érkező menekülteket nézzük, akkor éppen Spanyolországon kezd kulminálódni ez a helyzet, amennyire én olvastam, de bocsánat, nem akartam elszülteni. Csak nem tettem mondani, hogy rövid idő alatt olyanok lettünk, mint egy rakott káposztát, tehát nagyon sok minden fölhalmozódott, itt egyszerűen már a kövértől indultunk el, és most már Slavkovban vagyunk, de hogy... igen, tudom, hogy mindennel összefügg, ezzel tisztában vagyok, csak hogy az a fölvetés, hogy annak idején, amikor beléptünk az Európai Unióba, miért nem álltak ellent a fideszesek, tehát azért nem vetném össze a 2008 előtti állapotokat a 2008 utánival, mert az Európai Uniónak elég nagy falat volt a világgazdasági válsággal való küzdelem és a migrációs válsággal való küzdelem. És azért ott mutatta meg az Európai Unió szerkezete, struktúrája, hogy mennyi kihívással küzd, és mennyire nem tud megfelelni ilyen problémáknak, mint a migrációs válság. Tehát most azt mondani, hogy ez így, gyerekek, nincsen rendjén, és valamit csinálni kéne, miközben hozzáteszem, a keleti kapcsolatokkal mégiscsak saját magunkat erősítjük egy kicsit, tehát nem, meg a visegrádi négyekkel is, hogy aztán mennyire jók az arányok, ugye, mennyire jó teremtünk kapcsolatokat, mennyire nagy kihívás a visegrádi négyek a nyugati partnereknek, és megpróbálják leszedni, mert szerintem ez történik, a szlovákokat, meg a cseheket, tehát kihúzni ezeket a téglákat a tömbből, és elgyengíteni csak a magyar-lengyel kapcsolatokra a visegrádi négyeket. Ez mutatja azt, hogy a politika egy állandó, folyamatos küzdelem, tehát nincs egy statikus állapot, hogy most akkor megoldottuk a problémát, hátradőlhetünk, és minden rendjén van, mert a következő pillanatban ma ott a következő kihívás. Na csak akkor nem kéne arra is készülni? Tehát erre a fajta kihívás? Itt az a kérdés valóban, hogy mennyire erőt mutatunk a visegrádi négyekkel, mennyire egy érdekközösséget tudunk fölépíteni, és ez az érdekközösség esetleg egy mézes madzaggal hogyan gyengíthető meg, amivel kihúzzák. A csehek meg a szlovákok azt mondják, hogy nekünk nem minden probléma, mi nektek az. Lásd, lengyelek meg magyarok, és mi jól ellennénk itt, hogyha egy kicsivel többet csöpögtetnének nekünk, akkor mi tulajdonképpen itt is hagynánk a visegrádi négyeket, és akkor már nem mondom, hogy bajba vagyunk, de nem vagyunk annyira jó pozícióban, mint voltunk a visegrádi négyek keretén belül, amelyiknek jelen pillanatban az elnökei is vagyunk, és arról korábbi adásokban beszéltünk, hogy Orbán egyébként hogyan használja ezt a visegrádi négyeket most a külpolitikai kapcsolatok építésére. Lásd, egyiptomi elnök, izraeli miniszterelnök, nem tudom ki volt még a harmadik, akivel
összehozta a kapcsolatot. Szóval ez csak annyit szeretnék mondani, hogy ez egy folyamatos, nagy-nagy taktikai stratégiai küzdelem. Én ebben azért többet látok, bocsánat, mert ebben az interjú, ebben a kis paranoid hangulatú interjúban, ugye a mondat végét is olvassuk el, ma az európai demokratikus intézményeket meghatározó elitek jelentős része annak a globális háttérhatalomnak a megvásárolt, függőségben tartott ügynöke, amelynek a most zajló folyamat az érdeke, és amelynek csak idejét múlt korlátként értelmezhetőek a nemzeti keretek. Gyakorlatilag, hogy szuverenitásunk nulla lesz, majd fölfal minket az unió, és úgy fogunk ugrálni majd nyilván, ahogy diktálnak nekünk. Nagyon sajátságosak ezek a megfogalmazások, és jó lenne ebben lassan tiszta beszédre, vagy valamiféle konszenzusra, vagy vitára jutni, tekintettel arra, hogy az mégiscsak egy kicsit furcsa, hogy belépünk egy unióba, egy viszonylag egységes eszmerendszer, illetve szerződésrendszer szerint, azt ellenzékileg és hatalomilag szépen elfogadjuk. Gyakorlatilag nem változik semmi, hanem annyi változik, hogy az uniós támogatásoknak a mennyisége az gyakorlatilag csodálatosan nő, miközben mi ezeknek az uniós támogatásoknak bizonyos részét csodálatosan ellopjuk, amiről egyébként szó sincs ebből az interjúban, és fokozatosan háborút hirdetünk egy olyan unió ellen, amelyben van képviseletünk, tehát azokat ott is meg tudnánk fogalmazni, nem csak üzengetve ezeknek a tisztségviselőknek. Azt mondani, hogy ügynök, globális háttérhatalom ügynök, ez már valami nagyon paranoid gondolatmenetre utal. Ráadásul hát ugye ez a fő irányvonal, hát most lassan mindenki erről beszél. Az egész kormány arról beszél, Németh Szilárdtól Kósán keresztül Kövér Lászlóig, aki nem a kormány tagja, de mégiscsak a pártnak a tagja, hogy mi folyik a Velencei Bizottságban, mi folyik az Európai Unióban. Tehát ezt így mégiscsak tényleg egy értékközösségbe léptünk be, és ennek szerintem Magyarország, ugye azt mondjuk, hogy próbálja megoldani a problémákat, szerintem egyáltalán nem próbálja megoldani a problémákat. Magyarország problémákat halmoz föl maga körül, pontosan azért, mert nem azért, mert annyi kötelezettség szegési eljárás folyik ellene, bár mondjuk azért az se akármi, amit Magyarország ellen indítottak, és szerintem ennek jelentős része jogos is, mert a végén mindig az derül ki, hogy jogos, csak már olyan régen történt az a törvény alkotás, például mit tudom, a bíróknak a kötelező nyugdíjazás, ez sorolhatnék sok mindent, de ebben a konstellációban mi egy hatalmas nagy probléma halmaz vagyunk. Mi mondhatjuk azt, hogy megoldjuk majd, és mi mindig reformokat akarunk, csak egyszerűen mindig kilépünk a sorból, és mindig valamit előhozunk, ami de a magyar kormány ezt vállalja is, tehát büszke arra, persze, hogy van ennek más értelme. Hát persze, hogy büszke rá, mert hiszen mindig azt mutatja, ez az egész augusztus 20-i ünnepi beszédrendszer, amit a kormánytagok mondtak, hogy mi egyedül vagyunk, mi védjük Európát, de nem így van. De a tömegek számára leegyszerűsítik a problémát, de itt van miről beszélni. Tehát van miről beszélni. Nem mindig a tömegek. Az a lényeg az, hogy értelmes a szöveg, vagy nem. De nem az a lényeg, hogy a tömegek számára... Nem. És ez egy elvi kérdés. Én tudom, hogy itt ez közöttünk egy nagy probléma, egy szemléletbeli probléma. Az nem az a kérdés, hogy a tömegeket megnyerjük, hanem hogy értelmes, jövőbe utaló, mutató beszédeket mondjuk. Én nem azt mondtam, hogy a mi számunkra, hanem a politika számára, egy a párt számára. A kormány számára lehet, hogy értelmes, mert szavazatokat. Most itt visszanyúlnék ahhoz a megállapításhoz, hogy mi egy probléma halmaz vagyunk. Tehát kétségtelen, hogy unikális a mi viselkedésünk az Európai Unióba. De hogy most lenne Magyarország probléma halmaz, nem amikor iszonyú módon eladósodott, és gyakorlatilag a csőd szélére került, nem szorulunk rá másokra. Nem. Tehát a problémáinkat, akár migrációs válság, legyen az, amely megint csak különleges, mert kevesen építettek kerítést, kevesen hoztak ilyen határozott lépést, méghozzá akkor, amikor mindenki befogadáspártinak látszott, vagy a gazdasági válsággal kapcsolatban, hogy kiléptünk a valutalap kötelékéből, és tulajdonképpen a költségvetésünket rendbe hoztuk. Szerintem ez egy két különleges út volt, a szokványostól eltérő, meghökkentő. Azt mondták rá, hogy ez sehová se vezet, vagy ha igen, ez egyenesen a pokol lesz. Ehhez képest Magyarország ma nem egy probléma halmaz, Magyarország egy vitapartner, saját lábán létezik. Kétségtelen tény, hogy nem vagyunk egyszerű történet, mert
mi a saját magunk igaza mellett érvelünk, és én is azt gondolom, hogy néha nincs igazunk, néha nem olvadunk be, nem tudunk csapatjátékot játszani, nagyon egyéniek vagyunk, és ez a futballba se szokott igen. jóra vezetni. Egy mondatot, ha tegyek de csak az, hogy a fogalom használtam, amikor azt mondod, hogy probléma halmaz vagyunk, szerintem korábban az voltunk, ma más természetű bajok vannak velünk, az, hogy egyéni játékosok vagyunk. És Gábor, a probléma az, hogy az Unió a gazdasági problémákat meg tudja oldani, mindig meg is oldotta. Itt egy újfajta problémával néz szembe, hogy Magyarország értékbelileg áll szemben az Unió alapértékeivel. Ezt nem tudja az Unió megoldani. Ezt csak Magyarország tudná megoldani, de láthatóan nem akarja. Tehát egy ilyen gazdag közösség, mint az Unió, igenis meg tud oldani mindenféle válságot. Azt nem tudja megoldani, hogy központosít, államosít, ellop, centralizál, sajtót vásárol, nyilvánosságot szűkíti, ezt nem tudja megoldani az Unió. És ez nekünk nem unikálisak vagyunk, hanem romlottak vagyunk ebbe a kérdésbe. Sajnos, a kormány, de, nem az ország. Hát azért ezt lehet onnan is nézni, hogy az Európai Unió is sok szempontból súlyos eset ebben az ügyben. Bocsánat, csak azt akartam kérdezni, hogy amennyiben tényleg a szuverenitásunk, mert ugye arról van szó, hogy azért teszünk mindent, legalábbis állítólag azért teszünk, hogyha tényleg kirekesztjük magunkat mondjuk, mert valahogy mégiscsak látszik, hogy kevesebb migráns jön, és már nem biztos, hogy ez lesz a legfontosabb, hogy a migráns kérdést hogy oldjuk meg, akkor utána mi lesz? Tehát, hogyha mondjuk mi valamiért kilógunk az Európai Unió, hol tudunk máshol szuverének lenni? Tehát van olyan lehetőség, hogy mi teljesen szuverének legyünk? Tehát valahova nyilván tartozunk. Ahol eddig tartoztunk, ugye a keleti blokkhoz, ott azért nem mondanám azt, hogy szuverének voltunk. És mindenki attól fél, hogy megint ez az orosz nagymedve ráteszi a tappancsát ezekre a ma Oroszországban még mindig külső államoknak nevezett kis európai demokráciákra, amíg azt lehet mondani. Tehát nekünk nagyon nagy veszélyt jelent, hogyha kilépünk abból a védelmi övezetből, amelyikben most tartozunk. Tehát ez szerintem ez ki kéne zárni a lehetőséget. NATO-ból való lépés azért az biztos, hogy nem. Igen, ezt mondom, hogy talán még az erősebb a NATO-hoz való tartozás, de ki tudja. Ha visszalépünk a beszélgetésünk első témájához, konkrétan Szent Istvánhoz, akkor hát Szent István és Róma és Bizánc között egyensúlyozott. Tehát kelet és nyugat között kellett Magyarországot elhelyeznie, úgyhogy biztonságban legyen. Tehát ezek a játékok, tehát nagyon könnyű vizionálni azt, hogy de amikor a törökökkel, meg az oroszokkal, meg Kínával, meg Szaúd-Arábiával, arab országokkal kötünk olyan kapcsolatokat, amelyek miatt kilógunk az Európai Unióból, akkor valamennyire a saját pozícióinkat erősítjük. Kétségtelen tény, hogyha a libikókán túlzottan áthelyezzük az egyik lábra a súlyunkat, akkor erre el fogunk borulni. Lehet, hogy leesünk. Tehát ez mindig benne van, de a másik variáció az, hogy nem csinálunk semmit, hanem megvárjuk, hogy az Európai Unió mit dönt, és aztán mi meg mindig lelkesen fölemeljük a kezünket. Én csak azt mondtam, hogy nem kell mindennel szembe menni. Gyakorlatilag mindennel szembe megyünk. Minden olyan lépés, nem beszélve arról, hogy már csak nem, hogy szembe megyünk, hanem most már olyanokat mondunk az Európai Unióról, ami nem is igaz. Tehát az, amikor a Dél-Horváth Gábor fölveti ezt a jogi lehetőséget, azt én kizárnám, de nem tartom abszurdnak. Szerintem van igazság alapja, csak nem biztos, hogy jellemző. Tehát amikor azért Manuel Barrosót fölemlítem, aki az Európai Bizottságnak első embere volt, és ma az üzleti világot erősíti, akkor azoknak a rémképe felerősödhet, aki azt gondolják, hogy itt az üzleti befolyás az mégiscsak nagyobb. Most ilyen nagyobb, példákat nagyobb, mindenik oldalról lehet hozni. Persze, lehetne, de csak azt mondom, hogy itt van egy állandó presszió. Tehát mindenki használja az összes eszközét, az üzleti világ is, a nemzeti kormányok is használják, politikai eszközöket, média eszközöket, mindenki használja. Összeesküvés elmélet nélkül az Európai Unió az a minél nyitottabb kereskedelemnek a híve, a globalizációnak a híve, a közös piacnak a híve. Kezdetektől fogva a határok, a vámok, jogi különbségek, jogrendszerbeli különbségeknek a lebontásának a híve volt. Ezért dolgozott a bizottság 50 éve, 40 éve, 30 éve, 10 éve, meg most is. Tehát az, hogy
hogy ezt a kövér úgy fordítja le, hogy a háttérhatalom emberei, az, arról úgy is lehet beszélni, hogy egyébként a bizottság valóban a globalizált világ, főleg a piac és a kereskedelemnek az érdekeit tartott a szem előtt mindig is a működésében. És akkor már is, más szavakkal beszélünk róla, de akkor a lényegről beszélünk mégis. Ezekhez csatlakoztunk, egyébként Orbán Viktor is ezekhez csatlakozott, meg a Fidesz, meg mindenki, mert úgy gondolta, hogy a globalizált atlanti Európához kell csatlakozni. Igen, de ott a helyük. Zoli, egyrészt elhangzik az érv a kormány részéről, hogy mennyivel vágta meg a multikat. És elhangzik az a vád, hogy egyébként mennyi pénzzel tömi ki a kormány a multikat Magyarországon. És azt mondják, hogy Orbán Viktor össze-vissza beszél. Nem beszél össze-vissza, hanem ezeket a pénzeket már ő adja oda. Tehát a magyar kormány adja oda, más a kapcsolat abban a pillanatban a multiknak, mint lehetőségnek. Amikor egy stratégiai partneri szövetséget kötök velük, azzal más a kapcsolatrendszere, mint amikor itt a multik rajcsúroznak, úgyhogy a magyar kormány csak figyeli a pingpong meccset, hogy ki hogyan győz. Egy gondatot hadd tegyek hozzá a stratégiai partneri kapcsolatokhoz, ami minden a véleményem szerint az állami szintre emelt korrupció, ugyanis kiemel a multik közül, vagy nem tudom, a partnerek közül egyet, és 60 körül. És igen, hát és van közül 3200. Na most a Orbán Viktor mindig elmondja azt, hogy mennyit vett el tőlük, csak egyet nem mond, hogy kinek mennyit adott. Mert akkor így lenne tisztességes a dolog, és így lenne korrekt, hogyha... Hát nem mond, Zoli, ezeket meghirdetik. Nem, hát, de hiába hirdetik, elolvastam 20-at belőle. Mennyit kapott az Audi, mennyit kapott a Mercedes? Bocsánat, a szerződést elolvastam, nem nyilvánosak. A szerződéseket legalább 20-at elolvastam, egyetlen egyben nincs az, hogy mennyit fog kapni az Audi, meg a többi. Ezek soha nem lehet tudni, végül aztán kiderülnek, hogy ki mennyit kapott, az sem biztos, hogy kiderül. Egy partneri szerződéseket olvastam. Igen. Tehát azok egy kommunikációs szerződések. De hát ezeket teszik föl. Nyilván, ezek nyilvánosnak is kéne lenni, hogy ki mennyit kap. Hát de akkor így korrupció az egész. De ha nincs benne pénz, akkor korrupció. Hogy lenne hát pénz abban a pillanatban, mint az Audi itt. Igen, hát az a helyzet, hogy most már nagyon lejárt az időnk. Az előbb te azt mondtad, hogy a magyar kormány csak figyeli a pingpong meccset, csak nehogy ő legyen a labda. Tehát, hogy szaladunk Európa elől Moszkva felé, meg Erdogán felé, aztán meg amikor látjuk, akkor onnan szaladunk Európa, és a végén ugye addig pattogunk, amíg összelapulunk. Köszönjük szépen a figyelmet, a jövő héten ismét találkozunk.